Egy rendőr súlyosan megsérült a tegnap esti összecsapásokban Berlinben. A német főváros Kreuzberg nevű kerületében szélsőbaloldali fiatalok köveket és üvegpalackokat dobáltak. A rendfenntartók pedig gumibotokkal támadtak rájuk. A rendőrség több embert őrizetbe vett. Ezt a május 1-jét sem úszta meg a német főváros. Éjszakában nyúlóan tartottak az összecsapások a rendőrség és a szélsőbaloldali tüntetők között Berlinben. A Kreuzberg nevű kerületben az indulatok akkor szabadultak el, amikor mintegy 600 anarchista palackokkal, kövekkel és mindenféle égőtárgyal dobálta meg a rohamrendőröket. Több rendőrségi autót is megrongáltak, és sok helyen tüzet gyújtottak. Mindkét oldalon több sérült volt. Egy rendőrtiszt súlyosan megsebesült, amikor az anarchisták háton dobták. A hatóságok több zavargót is letartóztattak. Korábban Kelet-Berlinben mintegy 10 000 antifasiszta tüntető igyekezett megakadályozni egy szélső jobboldali felvonulást. A baloldaliak ülősztrájkkal vették elejét, hogy a mintegy 500 neonáci végigmasírozzon a német főváros utcáin. Mintegy 7 000 rendőrt vezényeltek ki, sokukat vidékről rendelték fel. Végül sikerült a két csoportot távol tartani egymástól. Összecsapások voltak Hamburgban is, ahol fiatalok petárdákat lőttek ki rendőrökre. A német kikötővárosban egy rendőrnő könnyebben megsérült. Ezt a rendőrt is eltalálták valamilyen tárgyal. Egy parkológépkocsi mögött keresett sántikálva meredéket. A hatóságok Hamburgban is több rendbontót őrizetbe vettek.